Hello, jövök a Milli Inlam tanórával, ez nagyon rövid lesz. Amint látod, csészék vannak, nem véletlenül, mert megtanuljuk a helyes csészefogást, mert nem mindegy, hogy hogyan keverünk, hogyan fogjuk meg, és hogyan iszunk belőle. Jó? Szóval, ami a legfontosabb, hogy a teaivás, azaz igazából az angolokhoz kapcsolódik, ők nagyon sok teát isznak, épp ezért nekik van egy kialakult szokásuk a teaivásról. És ha megnézed ezt a három csészét, akkor nagyon jól megkülönböztethető. Ez a csésze egy kifejezetten teás csésze, mert ha megnézed a fülét, akkor ez nem olyan kényelmes, mint mondjuk ez. Látod? Tehát ez nagyobb fülű, ez meg kisebb. Ha nem vagy benne biztos, hogy például, ha vennél valamilyet, és jön egy angol vendég, és meg akarod őt kínálni, és nincs otthon olyan csészéd, akkor vagy kér az eladótól nyilván segítséget, vagy ha nem akarsz, akkor például a fül nagyság az elárulja neked. Ugyanis a legnagyobb trükk az egészben, hogy a teás csészét be nem dugjuk bele az ujjunkat soha. Jó? A teás csészét azt így fogjuk meg. Így. Tulajdonképpen. És ezzel az ujjal támasztunk. Nagyon fontos, hogy a teát, ha a etikett szerint akarod inni, akkor a teás bögrébe érdemes, bögrébe, kancsóba érdemes megcsinálni, vagy átönteni, mert hogy a teát, amikor szervírozzuk, ugyanúgy, mikor társaságban leves szervírozunk, szájmelegen. Tehát nem adunk forró teát, hogy nehogy leégesse a páciens a nyelvét. És mondhatnád azt, hogy igen, de tejet öntenek bele, meg nem tudom, stb. Igen, de van olyan, aki nem önt bele semmit. Tehát aki pusztán észre, és akkor az hogy néz ki, hogy már mindenki, nagyon finom a tea, hogy ízlik, milyen a weather today, érted? És akkor így beszélgettek, te meg így az volt, hogy hülyéma, hülyéma. Tehát hogyha úgy szervírozol teát, hogy nem amikor átjön a haverod, és leültök, és egy ekkora bögrébe beleáztatok 60 ilyen filteres teát, és jaj, milyen jó mellett beszélgetni, meg melegedni, nem erről a helyzetről beszélek, arról a helyzetről beszélek, amikor például valakit áthívsz, vagy meghívsz egy teára, akár egy üzleti tárgyalásra jön hozzád, például meghívod teára az angol partneredet, vagy nem tudom, tehát akkora érdemes ezt tudni, legalább ezt a minimumot. Nyilván ennek is van még nagyon-nagyon sok plusza, mínusza, és nagyon sok tudást föl lehet szedni, de a legbiztonságosabb az, ha tudod, és ugye a teaivásnak az alapszabálya szerint nem ekkora, nem tudom, ilyen virágcserép cuccból isszuk, hanem amikor teára meghívod, mondjuk 5 órai teára bárkit, akkor teás csésze, ami kisebb, mint ugye a kávés csésze. Nem dugod át az ujjadat a teás csészén, megfogod szépen, és az egyik ujjaddal rátartasz, mert nyilván ennek is van súlya, hogyha tea van benne, de fogod, töltesz, és nem kell teletölteni. Jó? Tehát, hogy azért azzal számolni kell, hogy ennek súlya van, és ezt meg kell tartani úgy, hogy nem dughatod át az ujjadat. Tehát a teás csészét megfogod, és úgy iszol belőle. Nagyon fontos, ha nő vagy, és be van rúzsozva a szád, de ez minden csészére érvényes, hogy úgy tedd le, hogy várjatok, ezt most egy kicsit arrébb rakom, hogy elférjek. Tehát úgy teszem le a teás csészét, hogy iszom, rajta marad, ha rajta marad a rúzsnyom, úgy teszem le, hogy legközelebb is pont ugyanoda tudjam helyezni, jó? Tehát, hogy a minimális, tehát nem rúzsozzuk körbe, tehát nem így iszunk belőle, meg nem forgatjuk, meg nem úgy, hanem főleg semmiképp se, de hogyha ki van rúzsozva a szád, akkor semmilyen módon nem. Egyfajta módon iszunk, megfogod, nem dugod át az ujjad, iszol belőle, és leteszel. Nem hörpintünk, nem tesszük hátra fejünket, az utolsó cseppet nem muszáj belőle kiinni. Tehát tényleg annyit, amennyit egy úrinő vagy egy úriember olyan testi átalakulás nélkül meg tud inni, hogy ez, hát ez úgy ciki, tehát ne legyen ciki neked, jó? Meg úgy egyáltalán. Általában ezek az ötöröl tényleg formálisak, tehát nem arról van szó, hogy te most fogod
életed legtöbb teáját meginni, ez egy társadalmi esemény egyébként. És a teás csészéhez teás kanál illik. Ha megnézed, mind a három kanál más. Ez a kávés kanál a középső, és ez pedig a mokkás kanál. Tehát ebből már ki is derül számodra, hogy ez a teás csésze, amit behoztam, ez a kávés csésze, és ez, ettől van kisebb mokás csésze is, csak mi valahogy nem annyira szeretjük ezt a nagyon pici kávét, ezért nálunk itthon ez van, de ha megnézed, akkor azért méretében látszik a méret különbség. Tehát egyértelműen eszpresszóra való csésze, jó? És ahhoz pedig az eszpresszóhoz való kis kanál való. Ha van kérdésed, akkor írd, ami ugye a teát illeti, és akkor áttérnék a kávésra. Ha megnézed a világ nagy részét, akkor kevesen isznak, ahhoz képest, hogy mennyien isznak ilyen nagy, hosszú kávékat, ahhoz képest még mindig kevesen isznak presszó kávét. Szóval, hogy nagyon sokszor kapsz például hosszú kávét ilyen porcelánba is, ugye? Onnan tudod, hogy átdughatod, ha elfelejtenéd, hogy teát lehet átdugni, vagy a kávét, vagy hogy is van ez, valóban fogod tudni, hogy valószínűleg ennek, amiben a kávét kapod, nagyobb a luka, tehát ezen átdughatod az ujjadat. Ez azért van, a teás és a kávés között méretbeli különbség van. Tehát míg a teásod elbírod anélkül, hogy bedugnád az ujjadat a lyukba, a kávésat nem fogod tudni elbírni, tehát ott igenis be tudod dugni a kezedet, és nyilván nem össze-vissza így fogdozzuk a kávét, hanem bedugod az ujjadat, ezzel megtámasztod, itt ráfogsz a nagy ujjadat, és ebből iszok is, mert ebbe tettem kávét, ezem a délutáni kávém, jó? Úgyhogy egészségetekre, és szépen leteszem. Ami nagyon fontos, én cukor nélkül iszom, de mi van, ha te cukorral szereted, ugye? Akkor az van, hogy megfogod a kis kanalat, teszel bele annyit, amennyit, és most azon gondolkodom, hogy hogy mutassam meg a különbséget a kettő között. Tehát, hogy most azt mutatom, amit nem szabad, jó? Tehát beleteszed, nincs kavarászás. Nem örvényt akarsz csinálni. Mi vagy te, érted? Vízi Manó? Nem. Érted? Nem örvényezünk. Soha. Magadtól el-vissza, így. Előre-hátra mozgatod. A lehetőleg ne adj ki hangokat. Jó? Nem adunk ki. Nyilván otthon úgy kavarod a teádat, úgy kavarod a kávédat, azt csinálsz, amit akarsz. Ezt arra az esetre mondom neked, hogyha egy olyan helyzetbe kerülsz, ahol fontos neked, például egy külföldi partnered, vagy egy külföldi, vagy egy újságíró vagy, és szeretnéd mondjuk az újságíróknak egy jó hírnevét terjeszteni, amire rá is fér az újságíró társadalomra egyébként. Nagyon kevés, nagyon intelligens, és tényleg viselkedni tudó újságíró sajnos, de van olyan. Én annak idején, amikor a reklámügynökségben dolgoztam, akkor én nagyon megválogattam azt, hogy melyikkel, mert nem mindegy, melyiket viszed el egy eseményre. Tehát, hogy azt az embert, meg azt a rendezőt minősíti, akinek az emberei nem tudnak dolgozni. Tehát ez mindig a rendezőt minősíti. Tehát, hogyha neked nem tudnak fölöltözni kellően, nem tudnak viselkedni kellően azok az emberek, akiket odahívsz, akár a sajtónak a képviselői, akiket meghívsz egy rendezvényre, ez téged fog lehúzni. Szóval, hogy ezért nagyon fontos, tehát aki ilyen hivatalos, olyan helyre kerül el, ahol az etikett, a protokoll, és az fontos, és igenis számít az, hogy ki hogy eszik, ki hogy viselkedik, ott azért mondom, hogy azokra a helyzetekre ezt érdemes megtanulni, jó? Tehát nem vagy Mizi Manó, nem csinálsz örvényt, se a kávébe, se a teába, se semmibe, megfogod a kanálkádat, így fogod,
nem rakunk ki kis ujjat. Jó? Ezt minden egyes alkalommal el fogom mondani, mert a bármilyen eszköz fogásnál a kis ujj kirakás, az pontosan azt jelenti, mintha így ülnél ott. Jó? Nem rakunk ki kis ujjat. Megfogjuk, szépen összezárjuk ezt a három ujjunkat, két ujjal megfogod, és előre-hátra mozgatva a kanalat, kavarod meg a cukrot benne. És utána egy picit megrázhatod, de nem így, meg nem így, hanem egy picit megrázod, és lehelyezed vissza ide. Jó? És miután ezt elvégezted, akkor megiszod, most titeket figyeltek, és jó, oda nyomattam a csészét. Tehát, és utána szépen lerakod a csészédet. Ha nem jó keverted meg, ez a te dolgod, ugyanis koszos kanállal már nem igazán illik semmit műtyögni-pütyögni. Akkor jársz jól, ha hivatalos eseményeken, olyan helyzetekben, ahol tényleg számít, hogy hogy viselkedsz, ne kérjél bécsi kávét, ne kérjél olyan, olyan ételt, vagy nem is nagyon szoktak felszolgálni. Tehát, és hogyha te vagy az, aki ezt az eseményt rendezed, akkor mindig az legelső, amire oda kell figyelni, úgy az italoknál, vagy az ételeknél, hogy ne hozd kellemetlen helyzetbe azt, akit megvendégelsz. Tehát, hogyha valakit meghívsz magadhoz, és hú, milyen jó, csináljunk valami magyarosat, akkor a cérnametéltes leves az ilyen off. Mert egyszerűen nem hozzuk kellemetlen helyzetbe a kiöltözött, szépen fölöltözött úri társaságot azzal, hogy lóg a leves tészta, csöpög vissza, tegyél orsótésztát, tegyél bele ezt a, ja Istenem, eperlevéltésztát, tehát amit egy kanálnyi merítéssel kényelmesen a szádba lehet tenni. Az orsótészta azért nagyon jó például ilyen alkalmakkor, mert nem ragad rá a kanálra például, mint az eperlevéltészta. Mert az, ugye nem így lenyálni a kanalat. Tehát az, amit ha például levest teszel, csak így beöntöd a szádba, tehát, hogy, és ilyen helyzetben is, amikor kávéval kínálod, hidd el, hogy sokkal hálásabb lesz neked mindenki, hogyha nem hozod őt kellemetlen helyzetbe, mert nem biztos, hogy akit te meghívsz, mindenki tudja, hogy érdemes viselkedni, mert nem mindenkinek adatott meg az a lehetőség, például, hogy akár ezt a videót lássa. És akkor ő azt mondja, hogy ja, én egy bécsi kávét kérek. És akkor elkezdi a habot róla leenni, akkor lehet, hogy ő az egyetlen, aki abban a társaságban nem lesz tisztában a viselkedéskultúra, az etikettel, stb. És te fogod őt kellemetlen helyzetbe hozni, mert felajánlattál neki olyat, amiről ő nem is gondolja, hogy ő azt nem tudja fogyasztani például. Tehát olyankor nem ajánlunk ilyen nagy poharakban mindenféle nagy szívószálas, kanalás megoldásokat, mert ez kényelmetlen. Azzal az emberek nem tudnak mit csinálni, undorító habos lesz mindenkinek az arca, beleér az orra, mit tudom. Nem hozzuk a vendégeinket kellemetlen helyzetbe, ez az egyik alapszabály, jó? Szóval, a teásat megbeszél, amit hallottok, Fancsi távoktatásban van, úgyhogy a mellékzaj ez. Tehát a teás, ez a kávés, és ez a presszós, tehát mokkás. Ennek ugye kicsi a kanala. Általában, ha ilyet szervíroznak, kocka cukor, és akkor ezt a fogóval megfogod, és belehelyezed. Nem pottyantod, hanem úgy fogod meg a cukrot, ezt most elfelejtettem hozni, látod? De nincs is itthon kocka cukrunk, mert mi nem cukrozzuk az italainkat. Szóval, hogy ha ez a kocka cukor, akkor itt a felsők egyharmadba fogod meg a csipesszel, belehelyezed a legalját, és úgy nyitod szét, hogy ne plattyanjon, jó? Az a lényeg. Szóval a legjobb az, hogyha ilyen rakodós cukor van, mert az a legbiztonságosabb, de hát nem tudod, hogy, meg nem tudod, hogy miként, akkor egyszer az életbe kibírod cukor nélkül is, akkor nem kötelező a rosszat megenni, vagy meginni, tehát ami nem tetszik, de tetszik vagy sem, ugye mindig úgy nőttünk föl, hogy ne turkáld a kaját, de érdemes egy kicsit úgy csinálni, mintha. Itt is, hogy nem tudtam, hogy kell a cukrot, hát akkor a presszó, mit van cukor nélkül, de utálom, most mit csináljak. Szádhoz emeled, megemeled egy kicsit, lehelyezed. Nagyon finom, köszönöm szépen, és leteszed. Senki nem fogja tőled megkérdezni úri társaságban, de miért nem iszod meg?
Miért nem ízlik, hozzak másikat. Tehát ilyet soha senki nem fog neked mondani. Tehát mert mindenki tudja az úri társaságban, valaki nem szeret gilisztát enni, és mégis valaki, akihez mész, mert mondjuk egy híres gilisztatenyésztő, és akkor lesz neki egy giliszta hidegtálja, és itt vagy egy hideg előétele, és azt kapsz, és akkor te életben nem akarsz gilisztát tenni a szádba, akkor is illik megfogni az evőeszközt, picit bele, most keresem, ugye evőeszköz, tehát, hogy megfogod az evőeszközt, kicsit így belemókolsz, esetleg a salátát, amit hajlandó vagy a szádba tenni, megfogod, ezt egy kicsit rárak, nagyon, nagyon finom, és leteszed az izét, és befejezted a kajálást. Szóval, hogyha visszautasítani nem illik, és nem is kötelező semmit sem megenni vagy meginni, de illik. Igen, mondhatjátok, hogy ez a jaj, mert miért kell úgy sem meginni? Azért, mert ez a szabály, kész, pont. Nem. Tehát még kell a stop táblán megállni? Azért, mert ez a szabály, kész. Hát ez meg a viselkedés kultúrában, az etiketben így alakult ki. Vannak dolgok, amiket érdemes elfogadni, mert hogy sokkal több energiádba kerül nagyon sokszor valami ellen ágálni, mint azt mondani, hogy oké, ezt a szabályt vettem, elfogadom, kész. Egyébként a teremben valószínűleg te lesz az egyetlen, aki így próbálna ágálni ellen, és téged fognak érdekesnek tartani, egy kicsit inkább negatívabb fennhangban érdekesnek. Na, ennek megint csak ugyanolyan a füle, nem dugjuk át a kezünket, nem szurka, hogy miért nincs ezen, miért nem lehet a risztrettől, miért nem? Mert nem kell mindenen átdugni az ujjadat, mert ez se nehéz. Hát ezt megfogod még, hogyha van benne egy kis presszó, akkor se nehéz. Jó? Nyilván ezt erre, mert nem illik fogdosni így ezt az egész. Szóval ott is megfogod, ó, nagyon szép időnk van, vagy ez, buongiorno, de szóval, mert hogy ugye pressz az inkább olaszos. Tehát megfogod, ott is ugyanúgy megfogod, egy kicsit előre-hátra lütyögteted, hogy kettőt meg. Azért érdemes egy picit megrázni, mert ha véletlenül úgy rakod ki, hogy akkor körbe almozod magad körül az egész ábrosznal. Tehát, de nem csinálunk ilyeneket, meg nem nyáljuk le, tehát, hogy na, jó. Akkor megfogod ugyanúgy, ahogy a teásat, és szépen megiszod ezt is. Nem tudod a mokkásba beletugni az ujjadat, és nem is kell, jó? Amibe beledughatod az ujjadat, és nyugodtan fogyaszthatod, ez az a hosszú fekete kávé, jó? Ebbe lehet, az enyém speciális rizstejes, de teljesen mindegy, ebbe bedughatod az ujjadat, megfoghatod, mert ez egyébként nehéz, ez a tele van, nem, tehát esély nincs rá megfogni rendesen így, tehát ebbe beledughatod, ennek azért is nagyobb a füle, hogy beleférjen az ujjad. A teásnak ezért kicsi, hogy még eszedbe se jusson beledugni, tehát, jó? Na, van-e kérdés? Tehát, ugye átvettük a teás, hogy iszunk teát, hogy iszunk kávét, és hogy iszunk presszót. Jó? Tehát most akkor a mai napra, ha nincs kérdésetek, akkor ezzel végezném is, vagy esetleg még összefoglalom utoljára így egymás után. Tehát, amiben nem dugunk újat a fülébe, az a teás és a presszós. A sima kávésba, a nagybögrés, tehát ebbe a csészés kávéba, ebbe bedughatod az ujjadat, és úgy meg tudod fogni. Tehát úgy szervírozunk, hogy kancsóba, szájmelegen, jó? Tehát ez azt jelenti, hogy aki issza, az kellemes érzése legyen az első korttól az utolsóig. Ne égesse meg, ne kelljen fújkálni, fújkálni nem illik semmit, se ételt, se semmit. Ha mégis valaki úgy hozza ki a levest, vagy bármelyik ételt, hogy az forró, akkor ősz azt csinálod, hogy kihozták a levest, ősz a tányérod fölött, megfogod a kanaladat, és odafordulsz vagy a jobb, vagy a bal oldalodra. Az sem mindegy, hogy vannak ültetve, tehát, de esetleg megkérdezheted, valamit kérdezzél meg, nem tudom, akármit. Főleg, ha ő se eszik, mert az ő levese is forró, akkor egy picit lehet csicsetelni, de nem lütyögtetjük a levest meg izét. Tehát,
semmit nem fújkálunk, nem hűtünk az asztalnál, mert nem ventilátorok vagyunk, hanem ha te vagy a házigazda, akkor szájmelegen szervírozod az italokat, és még egyszer elmondom, egy-két minimális rázás, lehelyezem, és a koszos cuccost már nem emelgetem, hanem muszáj, jó? És akkor ezt megfogom, és akkor egészségetekre megiszom a délutáni kávémat, jó? Ha van kérdésetek, kommentbe ide berakhatjátok, oké? Okay? Na, szép délutánt kívánok nektek!